Már valamelyest lassul a menekült hullám Ukrajnából, de így is ezrével érkeznek a magyar határokhoz a háború elől menekülő emberek. Az elmúlt napokban a magyar-román határ mentén is megélénkült már a forgalom. A segítségpontok továbbra is felkészülten várják az érkezőket, és országszerte gondoskodnak a bajba jutottak elhelyezéséről. Zokogva búcsúzott segítőitől a 10 éves Jázmin. Önkéntesek hozták át a kislányt nemrég a határon, ahol már édesapja várta. Ő Budapesten dolgozik, így most oda tartanak. 2 napot töltöttünk itten. Csak jöttem a lányomé, azt viszem most magammal Pestre fel. Kicsit, ha legyen velem is. A Beregsurányi segítségponton 7 nappal látéve dolgoznak az önkéntesek. Ők gondoskodnak mindenről és mindenkiről. Étellel, itallal várják az érkezőket, segítenek a tolmácsolásban és adományokkal látják el őket. A legtöbben néhány napot töltenek itt, utána folytatják útjukat az ismeretlenbe. Budapestre például, de az sem ritka, hogy a nyugati országokba. Nekünk vannak is olyan buszaink, amiket egyből Németországba, akár Párizsba indítunk. Ebbe próbálunk segíteni, hogy ne Budapestre vigyük föl őket, hanem tehermentesítsük kicsit, és akkor vigyük őket oda, ahová tényleg el szeretnének jutni. Még itt valamelyest csökkent a forgalom, addig a Bihar keresztesi segítségpontra szinte özönlenek a menekültek nap mint nap. Zömében vonattal érkeznek Romániából. Nagyon kedvesen fogadtak itt Magyarországon, de vágyunk haza, mondta egy ukrán menekült, aki 4 napig utazott idáig. A sportcsarnok regisztrációs központtá alakult, ahol ellátják a szükséges iratokkal a bajba jutottakat. A rendőrségnek kiépült az ellenőrző pontja gyakorlatilag, ahol olyan technika áll rendelkezésre, amivel a papírokat, új lenyomatot, fényképet el tudják készíteni. Nincs megállás a budapesti bokcsarnokban sem, ahol nemrég tranzitzónát alakított ki a magyar kormány a háború előmenekülőknek. Mindnyájunk számára legfontosabb Magyarország biztonsága és az, hogy béke legyen. Nemrég a Fidesz budapesti választmánya látogatott el ide, hogy tájékozódjon a menekültek helyzetéről. Egyikük sem érkezett üres kézzel. A Fidesz-KDNP frakció anyagi felajánlásán felül vettem a kisgyermekes családok számára legszükségesebb tartós élelmiszereket, pelenkák, tisztálkodószereket és néhány kis barátot, akik csatlakozhatnak a gyerekekhez ezekben a kritikus napokban. A katasztrófa védelem az elmúlt 1 napban 205 ember, köztük 131 gyermek és 67 nő elhelyezését segítette. Péntek óta működik a somogyi operatív törzs is, így már 13 megyében segítik a menekültek érkezését.